És következik Farkasházi Tivadar a hócipő képeivel, a múlt hét kiemelkedő eseményeiről, azért szerdán, a szokásos péntek helyett, mert május 1-én idén, most pénteken az ünnep miatt nem lesz adásunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és éljen május 1-én, mert most itt lehetek emiatt magával, a hócipős fissebb. Igen, ezek a képek ráadásul pont a ma megjelenő lapban. Igen, igen. Benne. És annyit hagyd mondjak általában a képekről, hogy nagyon örülök, hogy az ATV-ben van ez a rovat, mert Rejtő mondta ugye, hogy nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani. Hát nem lehet minden kép mellé sok-sok magyarázatot tenni, és az ATV nézői azok nagyon tájékozottak. Lázár útban, a palotában, ugye amikor egymással szórakoztak Orbán alvezérei, az csak ilyen belső csetepaté volt, és a diktátorok megszokott szokás, hogy összeveszíti az embereit. De most Lázár fölfelé lő, mert ugye itt az az a leírás, hogy maguk ketten a fiammal társalkodnak, a másik kettő a nejemre, és most jön a lényeg, én addig Orbán kapujára lövöldözök, ugyanis megtámadta a stadionokat. Na most ez az epicentrum, ez Orbánnak a szívügye. És hát ez szerintem benevezés az első posztra. Igen, ebből le is vontak már elemzők, meg publicisták messze menő következtetéseket, hogy itt is van valami harc. De még mielőtt tovább menjünk a következő képre, engem érdekelne, hogyha véletlenül tudja, hogy hol készült ez a megejtő fotó a Risporos Palókás. Azt hiszem a pápai festetics kastély átadásán, de lehet, hogy Lázár következő lakásán. Alatta azért van egy Rolex óra, van egy átlőtt fácán, van egy londoni hotelszoba, és van egy Lázár blokkolós Audi is a címlapon ilyen kis képekben. Ez viszont telkébe készült, mert ez egy nagyon furcsa szerelmi háromszög, természetesen politikai értelemben, Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János között, ugye, itten szó szerint idézzük Csányi Sándort, hogy 22 milliárdos adósságot csinált Vásárhelynek, és ő osztja az uniós pénzt, mármint Lázár. Azt mondja Orbán, hogy kezeskedem róla, hogy nem ő törje ki a nyakatokat, ez természetesen az egész pénzügyi szektora érti, mert ez is egy nagyon érdekes kapcsolat. Ugye a futball összeköti őket, nagy keresztet kapott Csányi, miközben most nekik kell elvinni a balhét a broker ügy miatt, hiszen hoztak egy nagyszerű rendelkezést, hogy a Nemzeti Bank nem felelős, meg az ellenőrök nem felelősek a 150 milliárdos buktáért. Viszont a többi tisztességesen működő pénzintézet tegye be a hiányzó forrásokat. Ez szintiszta nonsens, ugye, és ez a befektetésbiztosítási alap, ez pedig a Nemzeti Bank embereiből áll. Hát ez lesz a fiam szobája, a Lego kastélya. Hát utaznak Lázár Jánosra ebben a most megjelenő hogy? Számban? Utaznak Lázár Jánosra ebben a hát megjelenő nem nehéz, számban. Mert ő most mutatja magát, naponta, hetente ad sajtótájékoztatót, ahol bármit lehet tőle kérdezni, csak semmilyen nem válaszol. Ja, azt mondja, hát ez a fiam szobája, a Lego kastélya, amivel én nem szeretem a magánstadiont. Hát ATV nézők tudják, hogy 70 millióért vett a gyerek a zseppénzéből magának egy lakást, tehát ő tőle sem állt távol. Nem, ez nem így volt, ez családi összefogás volt. Ja, igen, igen, hát ezeknek a politikusok mind olyan tehető szüleik vannak. Na, ez is a stadionokkal kapcsolatos, ugye Martin Schulz az Európai Parlament elnöke nálunk járt, és Szegedre ment, ott van mellette Botka polgármester, és ez egy szó szerinti kérdés, egy egyetemista megkérdezte tőle, hogy Schulz olyan építeni a stadiont a kertje végében, mert azt mondta, hogy a stadion mellett lakott, néha oda is hánytak, bocsánat a kifejezéset, csak azért mondom, hogy ott se a gótai almanakból válogatják a szurkolókat, de hozzátette, hogy az ő kertje végében viszont nem stadion. Hát ő nagyon óvatos volt, hogy ne mondjon hazai belpolitikai dolgokat, de azért ezt elengedte. Összejött az ellenzéki sajtó néhány munkatársával, és én voltam olyan szemtelen, féltem, hogy megijed, mert aznap csókolta meg ez a bolond énekes a Mona Lisát, de előrántottam egy hócipőt, és megmutattam, hogy Orbán Viktor éppen itt megmenti az Európai Parlamentet, és itt épp nézegeti magát a jobb felső sarokba látható Tusk az Európai Tanács lengyel elnökével. Martin Schulz nézi az újságokat, de hát ezeknek az újságoknak létezni is kellene, és míg a civil szervezetek kapnak európai támogatásokat, hát mi a békafenek alatt vagyunk. Viszont ha jól látom, akkor volt egy tolmácskészülék Martin Schulz fülén éppen, amikor nézegeztek. Igen, az újságot, nem tehát valaki megtőlem. A poénokat is fordította neki? Hát azt nem, féltem, hogy megkérdez, hogy a hócipő mit jelent, hogy ez hogy magyarázzam el neki, hogy ez mit jelent, a tele van a hócipő. Hát itt egy csodálkozó néz a kamerába Farkas Flórián, micsoda drágaság, 1 milliót utaztam ide Szolnokról. Hát ez is egy utalás arra, hogy feletté különös kiadási szokásai vannak az országos roma önkormányzatnak, ugye 500 000 forint
havi 500 000 forint BL-nek igen kicsi opeleket, és itt tovább, és itt tovább. Ez a pedellusról szól, és maga nagyon fiatal kép, hozzá. Rajnák volt a ifjúsági park hírhet beengedő ember, aki farmerrel is hosszú hajjal nem engedte be az embereket, és ugye Kövér László is elég szigorú. Hallottad, a házelnök betiltja a farmert és a hosszú hajat, tényleg már csak ez van hátra. Ugye van neki is egy ilyen 400 fős magáhadserege, a zászlóanyja a felesége volt, mert nem akarja, hogy a tekesek őrizzék, mert azok esetleg elmondják, hogy ő éppen mikor, hol van és mit csinál. Na, itt van egy kép, ami kicsit kapcsolódik a maga beszélgetéséhez, hiszen Palkovics államtitkár, jól tudom, a nevét annyi államtitkár van, azt mondta, hogy csak igen, kommunikációs hibák voltak. Mi nem a tömeget hoztuk, egy nagyon szép tömeg ment a Wallenberg szakközépiskolához, amelyre szemet vetett a Nemzeti Közszolgák Egyeteme. Itt vagyunk a Wallenberg előtt, csapataink harcban állnak, hát ugye ez nagy íme híres mondata, de én azt hiszem, hogyha egy csöknyi ízlés lenne bennük, hogy valamit idézek, akkor a Wallenberg szakiskolát védett házán nyilvánítanák. Tehát az, hogy a Wallenberget kiteszik és szétszedik, és mindenre azt mondják, hogy ez kommunikációs probléma, ez nem. Kinéznek maguknak bármit, ugye politikusok, képviselők is bárhova beköltözhetnek, hoztak egy ilyen szabályt. Egyszer kinéznek egy épületet, Orbán Viktor azt mondja, itt a balettintézet. Itt egyébként végül a Wallenberg meg fog menekülni, az épületet nem tarthatják meg, de... Akkor hogy menekül meg, könyörgöm? Találtak az egy új épületet. Akkor az magát is megmenekít, nem tudom hol lakik, de átköltözhetem valahová, jó? És akkor maga is megmenekül. Azért ez egy óriási különbség, ha megkérdezi az iskola vezetőségét, ők is így fogják gondolni, hogy megszűnik jogutód nélkül egy intézmény, és szétszórják a diákokat a Szél Rózsa minden irányába, mert ez volt az eredeti elképzelés, vagy kapnak egy új épületet, ahova átköltözhetnek, megmaradhatnak az osztályok, megmaradhat az egész intézmény. Hát én szorgalmasan nézem az ATV-t, és tegnap Friderikus Sándort láttam a finoktatásról, és ott valahogy másképp csinálják, és nem szórakozik 3-4 hozzá nem értő ember a teljes magyar oktatással évtizedeket tönkretéve. Tudom, ez a hócipő szórakoztatom kéne, de itt évtizedekig helyrehozhatatlan. A racsolása miatt nem mondom azt, hogy irreverzibilis folyamatokat csinálnak, de itt nagyon nagy bajokat csinálnak az oktatással. Erre mutatja Kornvár György, hogy Európa az Európa kiadónál ül. Hát egyre inkább arra van, Kazasztánt istenítjük, Nazarbajev most 98%-kal győzött, előtte 97%-kal. A következő képük is kapcsolódik Kazasztánhoz, ami Orbán Viktornak az első otthona, mert jobban érzi magát, mint nyugaton. Ugye Polt Péter együttműködés kötött a kazasztáni legfőbb ügyésszel. Na most Kazasztánról mindent el lehet mondani, csak nem az, hogy a demokrácia szigete. Tehát ennél mulatságosabb dolog, Kazasztánnal való együttműködés egyében mikor kezded összefogdostan az ellenzéket, nem állítom, hogy Polt Péter összefogja, de mit csinál ő Kazasztánban, milyen együttműködést, hogy fogják a baltás embereket kicserélni, tudom, az Azerbajdzsán. Az volt, tudom. Na, egy kis szórakozás a végére, Dugós Pityu, Bunyós Pityut megégyelve, Tarlós István énekelni fog. Ugye azt mondta, hogy egyszerre kell összehangoltan csinálni ezt a kalamajkát. Hát a Moszkva téren utoljára 44-ben és 1956-ban szénatéri felkelők csináltak ilyen ramazóit, de hát itt is azt hiszem ki van adva, hogy 20 perccel előbb kell indulni, hogy az ember eljusson az ATV-be. És van még egy képünk, ez azt hiszem az Osztapenkónál van. Hát ez egy szóvic, amit főleg az internetesek vagy a szkennelők értenek, hogy nagyon jó nagy felbontású képeket lehet most csinálni Budapesten 100 helyen, mert igen nagy felbontásúak, egyszerű fényképezőgépekkel is az utaink. Nem tudom, mit fognak csinálni nyáron, amikor üres a város, de talán ezt is szét lehetett volna húzni. De lehet, hogy nyáron, amikor üres a város, akkor még felbontanak. Igen, Megyesi Gusztávnak volt egy találó cikk a mai Hócipőben, hogy így kellett volna csinálni, hogy 2010-ben ellopni 3 nap alatt mindent, és akkor nincs minden nap egy ilyen brókerbotány, meg egy ilyen cirkusz, és akkor túlesünk rajta, ellopják az egész országot, és akkor utána, hát ha nincs is nyugalom, de akkor nem idegesítjük magunkat minden nap. Köszönöm szépen, hogy megmutatta a Hócipő képeit. Most a fórum következik, illetve a nap kérdése, amit a fórumban tehetnek fel.